A legpolgári-polgári-polgári kabaré. Sasazért is, régi nóták. Sasazért is. Nem igaz. Hát kérem, Kecskeméten kaptam ilyen tapsot, tudom. Meg itt a mikroszkóp. Kérem, én egész életemben mindig táncos, meg ráncos komikus voltam, és az életem vágya volt, hogy egyszer Bon Vivant szerepet játszak, hogy én is, mint a többi nagy Bon Vivant, hogy lányok fogadjanak, mikor belépek, ugye? És egy gyönyörű, bozontos göndör hallja belépni. Most 62 éves vagyok, kopasz, és most lehetek Bon Vivant. Hölgyeim és uraim! Trombita zeng! És pered a dob. Lesi a nép, az attrakció. Kifestett lisztes arccal, mint a bolond. Előre hát vár egy cirkuszporon, nem vagyok más, csak rongyos komédia. Tapsol a publikum, vagy porig a láz, ropog a taps, a mámor orkánya várt. Csak egyszer buki meg, sárbarát, máma itt, holnap ott, oly mindegy. Itt se jó, ott se jó, oly mindegy, másoké, ami szép, kicsinő. Feleség, csak a taps, meg a könny rongyos élet, bolondos élet, mitől tudsz olyan édes lenni, mint a mész? Te rongyos élet, bolondos élet, leszokni rólad is velem milyen nehéz. Ma ünnül álmodjam meg én, bocsánat, asszonyom. Nincsen abban semmi bűn, ha ünnül álmodom. Fehér sejem megjött velém a csolkó nyelén. Egy kicsit óka a borítva, két darab gyűzet, hogy ebben van, mint borval a kiskolszok, remegem, mint a kocsira viskolszom, mert egy malig ember volna ti, egybe se lenne szóda mi, így borval a hordóba, meg hitára iszok a bordóba, mert amint szes, valim is lesz, minden így a borat, így a párnak, így a banki fizet, amint én iszom itt, végetlenek az egyek, hazamennek a legények, egy kicsit óka a betmerla, két ami ünnevélyedben van, mint borval a kiskolszok, remeg, mint általában remédius, ott adjába kocsikas, a kocsikas, a viskolszok. Két nő utat, ha nem utat. Vágyom a két szemét, hát jól látja, haj fehér kezét, máj olyan láj. A gyűrűd meg úgy szúrítod, nem igaz. Már csak meleg levegő van. Jaj, ég csak az, hogy... Ja, cicesz azt, te csak kis szel! Ne jött kérdez, még legyen szel, is fel! Te mi pedig ezzel tudod, ha! Te majd le kell! De is, ha-ha-ha-ha! Jaj, cicesz azt, te köpj is fel! Ne jött kérdez, még legyen szel, is fel! Ha jön, cissa meg, tetsz, csak ugye! Kész a gyűl, cissa, tánc! Mit szólt? Gyere! Halla! Csak is fel! Hajnod, isa meg, tetszik, csak ide! Érte, kiugrott is, ér!
maga is. Ilyen közönségem soha nem lesz ilyen közönség. Jelenjük! Olyan jó vagyok, hogy nem dalolom el többennek. Olyan nóta jön, amilyen gyerekek a parlamentbe hiányzik, olyan. Szeressük egymást, gyerekek. A szív a legszebb. Ennél szebb szó, hogy szeretet. A nagyvilágon nincs, az élet úgy is tovasszal. Most jön a bazár nóta, figyelje. A sír magá, bazár. Szeressük egymást, gyerekek. Hisz minden percért kár. János legyen fönn a János hegyen, estére oda várom. János nekem, nehogy János legyen, mert én azt ki nem állom. Jajjani, szeretném hallani, szeremet vallani, csak ez a kívánságom, hogy János legyen fönn a János hegyen, estére oda várom. Paplak mellett lakik a Katika, ahol a patika áll. Pont ott a paplak mellett lakik a Katika, ahol a patika áll. Sírnak, rínak a kicsi liván, hogy meglátják a kapuban a Katikát. Paplak mellett lakik a Katika, ahol a patika áll. Kicsike vigyázzon, egyszer nagymama lesz az, nagyma látom. A sugulakák, jaj, de sok baja lesz, van. A legyen eszemélysége, ilyen magát! Az a buta bírmérség lett megállt, itt hagyom magát, és ez rény nagymama lesz, lesz. Ha nagymama lesz, a mama ölibe ül az unoka, egy unoka, két unoka, négy unoka, hat unoka, az unoka cseperedik, gyerekekkel verekedik, már egészen kiskolába, dacip kap az iskolába, sír a mama, sír a papa, mi lesz veled kisunoka, a suliból őt kiveszik, egy másikba beletetszik, se tanul, ott se tanul, a jövője nem alakul, összeül a sok rokon, a dédnagymama, dédnagypapa, és bölcsesző, a nagypapa, csapat búzsilag időre, megmondom én már előre, hülye magyar politikus lesz belőle, hát kicsikem, játszol egyszer, nagymama lesz. Ahol az ember felvászik a fára, a kudumatára, ott van Budapest. Ahol a sárga villamosok járnak, a boldog bezárnak, a Budapest. Ahol a sárok rá az otthogon, vár a babás, ahol az elbo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 b
Budapest! Többet nem tudom! 62 évesen, de miért sikerült? Miért gyerekek? Ezeket ne, hát jó közönség van! Ne! Állj, gyerekek! Miért? Állj! Normálisak vagyok! Jelenlegi hatalom irányítói! Jól látom. Tordján van ott lóháton. Nem igen. Kész. Vége van. Faszik hülyeskedek, ha? Valószínű szél ütött. Kész, rám tört a kórság, én meglátom ezeket. Ha meghallom, ha csak eszembe jutna, rögtön rám tör a betegség. Szörnyű betegség, ja? Morbus hungaricus politicus undoritus. Magyarul politika undoros. Van egy ellenszer, azt szoktam szedni, azért ilyen üveges a szemem, mert én nem vagyok magamnál, nálatok se vagyok sehol. Az antipolitikus szoktam szedni, húzzá fölé, éves szántok föl, anya, nem vicce. Vigyázz a mikrofonra. Köszönöm szépen. Sas József, vagy hogy hívnak? Hászenek Jó József. Nagyon örülök, József, kedvesek. Nagyon köszönöm. Szrögöm, azt hiszik hülyéskedek. Ezt komolyan mondom. Teljesen ki vagyok, végre. Te ki vagyok? Úgy van, 10 évvel ezelőtt kezdődött ez a betegségem. Ugyan ültem otthon, nézem a tévét, beszélt rajta egy állat. Bocsánat, államférfi. Ugyanaz, de mindez, ha beszélt, hát
Én nem értettem, mit mond. Az orvosok megállapították, az én nem értem, mert más hallású vagyok. Ugye, úgy értem, mást hallok, mint amikor ezek mondanak. De más lopnak, mint ezek, nem, ezt várjuk. Nem értem, hát ez hogy van ez? Hát például itt az előbb a lovas huszár. Odaállítanak 10 tolvajt, azt mondják az egyiknek, maga lopott vegye elő, majd hát több is. Ezt a szekciót úgy hívják, hogy parlament. Mert ha becsületes nevén nevezni, fegyház, rendben. Szedek kellene egy gyógyszert ezzel a izéjel, antipolitikus, de elfejtettem bevenni, ha ilyen vagyok. Na, ne haragudj, ha tényleg egyszer visszamentünk a nótába, és most ez is. Dini, itt vagy, ez az ügyelő, nyugdíjas ügyelő. Dini, itt vagy valahol? Igen. Dinikém drága, szóljál Beregi Petinek, úgyis segít a darabba végig velem. Petinek szóljál fehér zakómat, az a kis kockák van, az hozza be, annak a zsebiben vannak a gyógyszereim. De másik zsebiben ne nyúkálj. Múltkor is eltűnt 300 forint. Direkt teszem oda. Nyugdíjas, abból él. Hát a többit ígérgetik a százalék, ez legalább ott 3 kiló. Ötször megy egy hónap, a teljegye megvan. Szoptatósak, ez hát ez az, hát ez az. Hát szóval egy szörnyű betegség, majd ha beveszem, akkor nem kell húzódni, így nem terjed. Nem, így nem terjed a beteg. Egyébként, papíróval róla, hogy a vizeletem, székletem az rendben van. Megmutassa? Már a papírról beszél. Csak kizárólag hány ingerem van tőlük. Más bajom. Peti, itt vagy valahol? Igen. Fogadják szeretete, érzékenység. Beregi Péter kollégám, gyere be, Peti. Józsikán, könyörögtem, hogy vedd be előadás előtt. Hangosítok el hozzám, aztán vehetjük ezt a jelentet is újra. Vízlékbe tudod lenni? Én ebben az országban élek 62 éve, amit nekem beadnak, én beveszem. Jó, van így, rendben van. Na, ilyen kis tetszik, látni majd ilyenek lesz. Na jó, ám egyébként azért majd hónap neked is adok. Igen? Kúp formájában. Na, én bekaptam. Időnként ők is bekaphatnák. Egyet értsük? Nem azért mondom, de... Egyébként mindig este szoktam bevenni lefekvéskorra, egy nap kihagyom vége, kész. De tegnap este, most nem hülyéskedek, elfejtettem bevenni. Már megvolt a baj, bebújtam az ágyba, a feleségem a paplan alatt, már nem az asszonyt láttam magam mellett a paplan alatt, hanem a Dávidi baját. Hát nem tudom maga, hogy van vele, nekem a szőr se állt fel a hátamon. Ha két nap nem szedem rossz, akkor meg a Kósáné Kovács Magdát. Minden politikus, egy innen, egy onnan a gőztetek. Na most elmondom önöknek, 3 nap a legrosszabb. Ha 3 napig nem szedem, akkor éjjel azt látom, hogy 4 kézláb mászik felém a tordján.
Na most ez az aranyos, van úgy, hogy odaér. Álmomban, mire gondoltak itt? Megmondom önöknek, úgy vártuk együtt ezt a... Vártuk mindannyian ezt a gengszterváltást, igaz? Rosszul mondtam valamit? Szerintem se. Szóval vártuk együtt ezt a... Én azt hittem, a dolgok a helyére kerülnek, rendeződnek, lecsillapodnak. Majd például a sztárok ugye színészek lesznek, meg festőművész, képző. Azokat mutogatják reggel a tévébe. Azt hittem, hogy lefekszem hajnalban, madár csicsergésre ébredek. Erre kicsicsereg reggel a tévébe a Pintér Sándor. Hát nem, hát régen bejöttem a színházba, srácok pletykáztak, dumáltak, aranyos, minden vaker volt. Most meg kéne politizálnak, meg tűrmereznek, meg giciznek, meg... Hát nem, hát komolyan. Hát most komolyan, ezért csináltuk ezt az egész balét, hogy ezeket a fejeket kellene nézni, ne getesni. Hát bárgazd, hát komolyan, nem? Hát most mondja meg ő... Maga mondja meg ő. Hát ezért csinált, hát ezért, hogy ezeket kell reggeltől estig ikukolni. Hát ebben az országban már teljesen teljes a széthúzás. Több párt, mint kóbász, nem? Egyetlen egy dologban vagyunk egységesek. Rossz a közérzetünk mindannyiunknak, a naponta nyakunkba zúduló folyamatos politika özöntől. Így van, vagy nem így? Így van? Most komolyan kérdezem. Tényleg? Rossz az önök közérzete is rossz? Igen? Ebből fogom önöket ma este kigyógyítani, ezért előadásom címe, Sas azért is. Köszönöm, hogy eljött. Hölgyeim és uraim, tehát, amit akarnak, akit akarnak, egyet kivéve, ne politizáljunk ma, jó? Akarják, megy az Akácos út, falu végén kurtakocsma, tuti számaim, de csak ne politizálj, jó? Jó, megegyeztünk, rendben van? Kérem, ahhoz, hogy az ember politizálja, nem egyszerű, el kell dönteni, ő maga hol áll. Baloldalt, jobboldalt, kormánypárt, ellenzék, nem egyszerű ez manapság. Ajajajajaj. Hol a több pénz? Na, de hát szóval nem ezen múlik ma. Nem, kérem szépen, nem van egyszerű. Voltam ilyen helyzetben, hogy választani kellett. Barátaim Ausztráliában léptem föl, elvittek egy étterembe, ahol az illemhelynek három bejárata volt, esküszöm. Azt mondja, baloldalt nők, jobboldalt férfi, a középen egy kérdője. Kérem tisztelettel, ma már nálunk a politikai és a közéletben szinte csak a kérdőjel a biztos. Tehát amikor választani kell, megmondom őszintén, olyan vagyok, mint egy két énem lenne, kicsit skizofrén vagyok. Két énem. Hány énem van? Kettő. Két énem van én nekem, most élek skizofrénem. Az egyik énem kormánypárti, a másik ellenzék. Széket pártatlan és pártos vagyok, Káin és az Ábel. Ábel. Káin magyar narancsot ír, összetépi Ábel. Megőrülök a helyzettől, a kormány szavát zengem. De amit a kormány csinál, szívemből ellenzem. Én is ellenzem. Nagyon ellenzem, mert ellenzékként ellenzem, hogy árakat emelnek. De kormánypárként jól tudom, hogy a világban kerget. A kurvákat én betiltanám, nincs itt szükség rájuk. De ellenzékként várom, nyíljanak a kuklerájuk. Kormánypárti énem szelíd, megértő és humán. De ellenzék énem unja már a süket dumán. Nagyon unja. Egyik énem rádióban tilos az át, adja. Másik lecsapés, keményen rögtön betiltatja. Egyik énem nem szavazott a Tordján doktorra. Másik énem ráhagyta ezt már az utókorra. Mászunk ki a bajból, végre mondja egyik énem. Na ezzel én is egyetértek, ön is. Én is. Ezzel én is egyetértek. Én is. Ön is. Ezzel én is egyetértek. Mondja másik énem. Viszontlátás. Halászolgálja a Jencik. A halászolgálja, se jó, nem. Hol volt, hol nem volt, hogy ilyen sokáig hála jó Istennek nem láttam. Ne is kérdez, alig bírtam felkelni. Miért nem bírt felkelni? Sokáig fennmaradtam az est. Minek? Néztem a show. Az a Showt nézett este? Még lehet azért fönnmaradni? Ha este 8-kor kiment volna a konyhába, ránéz az asztali showra. És rögtön lefeketett volna aludni. Ez nem olyan show maga tökkel ütött. Ez olyan. Ez egy talk show. Tök show? Tök a nyavaját. Mondom talk show. Talk show. Emberek talk beszélgetnek. Miről? A showról? Nehogy a showról, a szexről. Szex, hogy kell a szexbe bele a show? Furcsa lenne, sós kexről hallottam. Jelzem a múltkor, az öreg Kovács bácsira azt mondták,
hogy a vén kecske is megnyolja a sót. Ha tudni akarja, ez nem olyan só, amit a kecske nyal. Tudom, amit a Kovács bácsi. Esküszöm magában, nem lehet komoly dolgokról beszélni. Fecsek ki a hallgatót. Szerintem maga még a no sexről se hallott. No sex? Mondom, no sex. No? Hogy no, no, sex, no sex. Hát kérem, a no sex a legújabb nyugati hóbor. Mário, nyugati Mário. Az a lényege, hogy úgy kell szeretkezni, hogy a végén ne legyen jó. Magának. Sajókám, de marhaság. Hát az egész dolog arra megy ki, ha emlékeim nem csalnak. Sokára, de jó legyen, ugye? Értse már meg, a no sex arra való, hogy az élvezet később következzen be. Mi neked a cícó? Kezdje, később, később van vége. 3-4 hónap ide vagy oda, ugye? Látom, maga semmit sem ér, de elmagyarázom magának, ha bele zöldül, akkor is. Jó, magyarózza, én zöld leszek. Figyelj, tegyük fel, hogy maga nemi életet él a kedves feleségével. Kire? Feleségére. Én az asszony. Maga az asszonya. Én ölelgeti, ölelgeti, csókolgatja. Én az asszony. Maga az asszony, és magánál beáll a merevedik. A rémületkör. Dehogy a rémülettől maga idióta van. A szerelmi vágy. Szóval magánál, de áll. Nem áll. Ki van próbálva, nem áll. Miért nem áll be? Látta maga mostanában az én feleségemet. Ne vicceljen, vegyünk példának már. Legyen például a szép Matuseki, a bögyös. Jó, a bögyös. Jó. Egye meg magát a... Benne legyen a Matuseki. De mennyire legyen a Matuseki? Na szóval figyeljen, mit csinál? A Matuseki? Dehogy a Matuseki, maga mit csinál? Én előbb megnézem, be van-e zárva az ajtó? Azt már mondjuk az előbb megnézte. Nem. Már ott van, zárva. Hát értse már, meg ott tartunk, hogy magánál beáll a merevedés. Már megint. Normális maga, 10 perc alatt kétszer, mi vagyok én? Schwarzenegro, hát ne vicceljön már bele. Maga nem esik neki a Matusek néna. Nem biztos, rá nem esek. Ki mellé, jobbra, balra, rá nem. Figyeljen, ide ölelgeti, csókolgatja, mi? Szépeket mond neki. Mi, milyen szépeket? Ne hülyéskedjen, biztosan tud valami szépet mondani egy nőnek. Miha, múlt olyat mondtam, Simek Bözsinek, ismeri. Hogy? Olyat mondtam, bele pirult ilyen. Mit mondom? Hogy én még ilyen tök főzeléket nem. Ezt nem mondja a Matusek nénak maga marha. Zöldbab? De? Mondja neki azt, hogy édes. Énnek. Te rózsabimba. Te rózsabimba. Nem én maga szerintem. Maga nem e rózsabimba. Májusi harmad. De harmados május. Ez az. És újra csak ölelgeti és csókolgatja, és mit fog mondani? Most siessünk már. Miért siessünk? Bármelyik pillanatban beállíthat az öreg Matusek. Ezt visszahozza a Jorgos Travel, nem vicc. Értse meg maga szerencsét, a Matusek külföldön van. Elutazott, de vissza. Elutazott! Kuss! Szóval ölelgeti a Matuseknél. Egyszer csak elárasztja magát valami emelkedett érzésé. Csodás, mámoros öröm, érti? Mint ha mondjuk... Mintha nagyobb összeghez jutnék. Egy javaját... Nagy kielégülést fog érezni, csömör nélkül. A csömörék van nagyon jó, a csömör nagyon fájdalmas a csömör. A csömör fájdalmas. Mi fájdalmas? A csömör. Én csömörön nyaraltam, övcsömörtem. Vakarózik. Hagyjon már hülyeségeire, az a csömör. Az nem övcsömör, hanem övcsömör. Ne szépen csömör. A csömör az... Nem rigó család? Hagyjon már békén. Értse már meg! Megőrülök, szívinfarktust kapok a hülyeség. A csömör az! Igen? Amit a hagyományos szeretkezés után szoktak érezni a férfiak. Tessék, mondja meg nekem, maga, mit szokott érezni szeretkezés után? Hogy ideje lenne már hazamenni. Csakjunk magában még a menetben. Hova megy, hónap bejössz, hajunk? Tudja mit? Juss se hagyom magam minden kiszedkirozni. A Justot ne is hagyja, ülök, hogy megint a színháznál van. Üljön, üljön, üljön.
nyugodjon, üljön, nyugodjon. Adjon, de én nyugodjon. Vagyok a hülye, hogy leállok egy ilyen alakkal beszélni. Jó, nyugodjon, nyugodjon meg. Mi nyugodjon, van? Ezt a bizonyos, hogy mondta, no sex. No sex. No sex. No sex. Mi már nyugodjon meg, otthon több mint 20 éve gyakorol. 20 éve? 20 éve, csak az asszó másképp hívja. Minek hívja? Impotenciát. Dögölj meg! Hát jó nap, jó lesz! Én vagyok a marha, hogy leállok magába beszélgetni. Ez többnyire igaz. Maga a világtól elmaradt barom. Én? Maga például azt se tudja, hogy Csehországban nőket férfivá tudnak átoperálni. Mi Mihály? Nőke férfivá? Nőmű férfivá? Persze, és férfiakat nővé. Hát az nem ekkult, nyiszkéssel van. Nőből férfi, ha. Maga még nem hallott a szerv átültetését? Már várjunk meg vizuális, mert nézzen oda, hogy csak mondjuk, figyelni ide. Mondjuk, ez csak egy példa, mondjuk a maga szervét nyitsz. Nem. Akkor azt be lehet ültetni Sajóni őnagycsöcsös asszó. Képzelje, igen. És akkor Sajóni őnagycsöcsös asszó lesz a férfi, igen. Maga meg a kis kegyen. Én. Viszont ő a kis, maga a kis, ő a férfi, vagy jó? Igen. Akkor ő meg is kérheti magát feleségét. Képzelje meg, kérem. Ahogy magát ismerem, hozzá is megy. Hozzá megy. Akkor kimondja a boldogító igen. Igen. Engem az esküvőre ne hívjon meg. Mi? Látom magát bajussza a Mirtuszba halálra. Megőrülök. Hát megint nem érti a dolog lényegét maga idióta. Van lényege? Vannak emberek, akik úgy érzik, hogy bizonyos genetikai tévedés miatt lettek férfiak, vagy... Ez a klónozó. Klónozós az eszedtokja. Ha már most szeretnék ezt a tévedést korrigálni, és elmennek az erre szakosodott intézetbe. Hol van erre szakosodott intézet? Csehországban, de miért érdekli ez magát? Nagyon szeretnék menni Csehországban. Ne álmodozzon, csak cseh állampolgárokon végzik el a szervcserét. Nem szervcsere kellene nekem? Hanem? Teljes generálózás. Tessék! Van egy kérdésem, jól ül? Isten ilyen. Biztos? Igen! Megtörtént az első magyar szerv átültetés. Köszönöm szépen! Hölgyeim és uraim! Köszönöm, folytassák! Na, megmondom, egy pici, egész rövid szünetet fogunk tartani a Sasazsét is előadása közben, ugyanis a televízió és mi is a reklámból élünk. Úgyhogy most egy kis reklámot láthatnak, de utána folytatom. Sasazsét is. Zsiga, jó pénzügyminiszter, hogy ne legyen gigszer, állítsad le magad már. Oly magas az adó, hogy a parlament eladó privatizélésre vár. Nyálazd meg a vonódat, miniszter, húzzad le az adómat. Hát üres már a kassa, ki az apja fossa, állítsad le magad. Kukáztak, van már? Nem? Majd fognak. Akkor rákerül a sor Ferencváros, Ispest, Újpest külterület, ne menjenek sehova, ne utána a kukát is ellopják. Ön vagyok a várban egyet magammal, ma fiának leadjuk a pénzt rendesen, tisztességesen. Semmi bajunk nem történik, csak annyi koszba kell belenyúlni, hogy munkakesztyű nélkül. Alkalmatlan vagyok, mindenre csókolom. Elnézést. Nézzük a napi betevőt. Mi van? Itt a Fradi labdája ki van szúrva. Itt van egy kukoricsom. Tegnap is itt volt, egy nyugdíjas behagyta a fogát.
egy nyugtatott. Erre manapság nagy szükség van, igen. Ezt mutatta tegnap a televízió, a szomszédnak van televízió, ott láttam, ez egy újfajta itatós, ez egy új itatós, Matti, itatós lesz, itatós. Csak kékvérűek használnak. Befőttesüljék. Jó magyar recetes papri. Skála metróba 6-9. Fix ára van, az ajánlom önöknek is. Ebből megvan a holnap után. Reggeli 10 órai, 11 órai, 12 órai. Uzsonna, vacsora, kenyér héjával, héja kenyér. Héja héjával, héja héja nélkül. Akkor nélkül. Savanyúnak meg előre megszagolom, mi van a cső. A karina hindja, nem? Majd szagolnál még. Jó, magyar. Ecetes papri. Ne csodálkozzak, a guberálás közben is magyar vagyok, én beleszagolok egy ecetes paprikába előnt a nemzeti büszkeségére. Nekem erről a kis ecetes paprikáról a Szentgyörgyi Berci út esznek telere, de Náli Majani meg a többi zseniális, nagyszerű, csodálatos magyar ember, mert ezek kérem egytől egyik kitűnő, nagyszerű magyar emberek voltak, láng elmékére, kiváló, nagyszerű emberek. Nekem elhihetik. Egytől egyig mind a tanítványom volt. Gyerekek, állj! Be sem mutatkoztam, a nevem dr. Magyar Alfréd. Nem Nobel, csak magyar. Alfréd, általános iskola, óvoda, bölcsőde, középiskola, főiskola, de mindenek előtt univerzális magyar tanár. Doktor magyar. Önök végtelen szimpatikus osztály, figyelem önöket egész. De számomra ők voltak a zsenik, a láng, ezek a kedvencem, a Berci volt, Szentgyörgyi Berci, ilyen sovány gyerek volt. Te itten az első sor. Én gírhes volt, pedig odaadtam az uzsonnám, amit az asszon pakolt minden nap. Gírhes volt akkor is, hogy egyél többet, fiam, egyél cévétel. Szóval ennél tanálom, de még nincs főtalálva. Aranyos osztályban, hogy segítettem neki, mondom, itt egy szivacsek, kréta, és elértettem meg egy erős pat, na mondom, melyikben van a cévitamin. Nem tudtam, miért ti tudnátok, ha még nem lenne főtalálva? Ő is a szivacsra tippelte. Azt mondta, abban van C betű, mondom, látom. Itt van ez az erős paprika, harapcsa bele, beleharapott. Lenyelte. Jött is másnap, hogy baj van. Baj van. Mondom, mi a baj? Szóval talán nem mondta a C-vitamin kétszer csíp. Várjál, fiam, tudtad, na nem jártál hozzám Karénekre, akkor tudtad már, hogy előbb van mindig a felső C. Aztán van az alsó C, ugye? Erre azt mondta nekem, hogy a tanár úr legyen alsó C-t, nem mondom Marski. Marski megfogadta, kiment Amerikába, Nobel-díjas, tehát igaza volt, azt hiszem, ha itthon marad, mi van? A szegedi paprikás maffia rábeszéli, mondja azt, az ólomban van a C-vitamin. Újságírók szokás szerint hülyét csináltak volna belőle, elnevezték volna paprikás Bercinek, sírján, azát volna így gyugszik paprikás Berci lelke a paradicsomba, mert lecsó lett belőle. Marski, Nobel-díj, Marski! Másik kedvenc nevendékem az a Neumann gyerek volt, ez egy gyerek matematikából, ez olyan buta volt, mint a senki más az osztályban, ilyen. Én foglalkoztam, korepetáltam mindig vasárnap, szombaton nem értem templomba a gyerekeket, olyan volt, egyszer mondom neki osztályban, mennyi fiam kétszer kettő, fejből nem tudta, előveti számológép, ismeritek egy kis golyók vannak, sárga, zöld, lögdös, de a golyók, mondja, fiam,
ez egy koedukált osztály, miért benne a golyó ég, amit egy életfolyam. Hát nem megy másként, nem, akkor Marski neked is. Marski megfogadta, kibent Amerikába, feltalálta a számítógépet, egyszer föl is hívott kintről telefonon. Na ezt sose felejtem, mert 3 hónapig nem maradt ebédre pénzem erbeszélgetésre. Erbeszélgetésre. Mondom, na van fiam, miért hívtak? Tanács, ha feltaláltam a számítógépet, nem akar működni, mit csinálják? Mondom, dugd a konnektorba te. Kedugta a Nobel-díj, kész Nobel-díj. Igaza volt, Tökina. Miért volna, ha itt marad munkásszolgálatos kárpótlási idékünk? Kedves növendése van mindenkinek, nekem az Ede volt a tellere, de ismered, Botta, mamá Botta. Jaj, Vihánc gyerek volt, Edusnak hívtuk, de Edus, én is Edus. Felejt az órán, valóságos Edus show volt, komolyan. Esküsző, már kézzel a hidrogént tanultuk, azt hitte név már. Azt mondta, hidrog én. Hidrog te én, te ő, ki a nagyobb? Cseresznye maga lőtt rám, mert mondom, ez egy idióta, szóval mióta, mondjam, egy időóta. Figyellek, ne cseresznye maga lőtt rám, mivel az atommaga, azt talált föl. Azt nem találom, mert ilyen a tanár úr, nem a anyád, Marski, ez is megfogott, hallottak róla. Ki meg, akkor a duralás lett belőle, úgyhogy nem is. Mi lett volna itthon marad? Szellentés, legfeljebb szellentés, az lett volna belőle. Lett volna belőle gyerekek a Hunyadi téri piacon, karácsonkor petárda készítő csillagszoró kisiparos, vagy egy áfa nélkül. Tizenkét Nobel-díjas. Fiaim, 12 magyar zseni. Tehetséges nép vagyunk mi gyerekek, tehetséges nép vagyunk, higgyétek el, minden szaron átsegít minket a humorunk meg a tehetség. Ez a két, tehetség, humor, kész, vége, ez mindenen átsegít minket. Most is van egy osztályom, gyerekek, foglalkozom velük reggeltől estig, egy csodálatos osztályom, zseniál, ez a kormány. Na hát gyerekek, ez nagyszerű fiúk, mit akar, kitörül, semmi, ezzel foglalkozik, itt ülőek, gyerekek, nagyszerű, figyeltek ide. Ezek egytől egyik kitűnő, tehetséges, zseniális emberek, itthon mégse viszik semmire. Mit szokott magyar tanár úr ilyenkor mondani nekik? Nem tüntet, egyszerre. 3 és... Marski! Nem ilyen durván gyerek. Finoman, ahogy megválasztottátok. Aranyok, kedvesen, nincs igazatok. Ezek egyénileg tehetségesek, kimennek, mint megmutatják, hogy ott kint, én már látom lelki szemeim, ott állnak a Nobel-bizottság előtt. Egyén, elegánsan, fekete smoking, frak, fekete lakcipő, némelyiken zokni. A dasz gyerek fülibe karika lesz, ott állnak a király és a királynő színe előtt, és mikor megkapják a Nobel-díjat, akkor én érezni fogom egy kicsit az enyém is. Nem a pénz, az nem számít a pénz. Jelenték, nem. Dicsőség. A becsület, a magyar... És amikor megkapják, és érzem az enyém, nagyon osszátok be, mert amit ott kapnak, az mind a tietek. Mind. A kukámmal én szép lassan most már eltávozom. Az egész napi ennivaló benne hordozom. A jó Istenkét arra kérem, segítsen nekem, holnapra is legyen egy befőtés. Csokolom. Mit csinál? Libát tömök. Nem látja, olvasok. Mit szól ez a modern, felgyorsult világhoz? Na, ne is mondja, borza, olyan dolgokat hal az ember technikába, misztikába, taktikába. Ide figyeljen, egyre több lombik bébi születik. Mi az a születik? Hogy... Látszik, hogy nem tudja, hogy csinálják a lombik bébit. Lombikot nem, az egyet nem, a többit mind tudom. Modern...
elmagyarázom. Figyeljen ide. Magyaroz a lombikot, lombika mondja. A lombik bébit ugyanúgy csinálják, mint az igazi, csak igazit? Lombikkal. Én megpróbáltam egyel, nekem beszorult. Maga szerencsétlen! Mi van? Maga lehet flörtölni egy kémcső. Mi kémcső? A szép kémcső, az micsoda, az nem is kémcső volt az enyém, hanem köcsög. Kémcső, olyan szép kém volt, elneveztem Mataharinak. Maga szerencsétlen, maga letekült tényleg egy kémcsőbe? Mondtam, a köcsög volt, hagyom már volt. Igen. Hát mit akar még baljam, mert két köcsög volt? Egy köcsög. Mit olvas? Pénzmosásról olvasok. Nem is tud olvasni. Női lap. Női a nyavaját. Pénzmosás, női lap. Látszik, hogy maga még nem mosott pénzt. Van egy használt 200 forintosok. Nem mosom, hordom már 200 hónapja. Igen. És az ingét is két hónapig szokta hordani? Igen, de a pénznek nincs szaga. Ide figyelj maga szerencsét. Mondja, fiam, mondja. Ugye, hogy hogyan szoktak pénzt mosni? Hogyne, 40 fokon intelligens mosom. Ne hűítsen már meg, hogy jön ide az intelligens mosógyor! Nem, jövettem vettem egyet, hazavittem, ez nem volt képes mosni, olyan intelligens volt, leült a tévé elé. Nézte a Hankis tudományos műsorát, értette magasabb az IQ-jam, de a feleségemnek. Adja már ezt a maraságot, hogy a nőknek kisebb az IQ-jum. Nem, mert igazság, nem olvasta ebbe az újságba? Mi? Öngyilkos akart lenni egy házaspár Párizsba, kézen fogva egyszerre kiugrott a Eiffel-toron tetejéből. Igen? És a nő 7 perccel később ért földet. Az hogy lehet? Útközben eltéve. Abba adja a hülyeségeit, akkor elmagyarázom, mondjuk, hogy hogyan kell pénz. Mondja, figyeljen, elmagyarázom. Mondjuk. Tegyük fel, hogy magának van 10 millió forint. Mennyi? Mondom, van 10 millió forint. Mondja még egyszer. Van 10 millió forint. Na 30, gyönyörű, de boldog vagy, de boldog, de boldog, 30 millió. Ne örüljön! Mi? Hát ez piszkos pénz. Na és, nem vagyok finnyás. Összetéveszt a kölyállal. Honnan van akar az a 80 millió? Mondja. Mit tudom én, mondjuk leány kereskedelemből, mondjuk, hogy maga nőkkel kereskedik. Én, a feleségem tudnám eladni, abban a rezsi se jön ki, remélj. De maga csinos nőket áll. Hagyja már, baba, mi a buli, még a köcsög is rajtam marad. Elmagyarázom, figyeljen rá! Lányokat vesz olcsón, eladja drágán, igen. És magáé az ár rés. Rés, hagyjon már békén, mondom a köcsög is ott tovább. Kérdjük egy hirdetést adjak, hogy lányok tőlem megkímét réssel. Olcsón eladok. Meghirdetek. Egy nyavaját! Szerencsétlen hülyát magának, nem szabad hivalkodni a lányokkal. Mit kell csinálni? Dugni kell őket. Igen. Most ment el a kedvem a pénzmosásra. Én megesküszöm, becsület Istenemre egyszer megölöm magát és haladom magam a Doszpot Péterhez. Ideje. Ugye maga ki az a Doszpot Péter? Odaszi, hol van is oda? Grafikus művész, persze. Aszfaltrajzversenyeken szokott indulni. Milyen aszfaltrajzversenyen? Alá, saját szememmel láttam, körbevázolja krétával az, a modellt, a modell meg már meg sem mozdul, csak így a mondja maga méreten aluli hülye. Maga gyárilag ilyen hülye, vagy csak a garanciális javítások miatt? Rég lejártam, 62 éve le vagyok járva. Ahhoz például mit szól, hogy ez a Csicsolinak érem, ez meg kém volt? Ja, Csicsoli, mind a doktor Zerge? Az nem Zerge, hanem Zorge. Maga ismeri a kémet? Milyen kémet? A pintér kémet, a kövér kémet, meg a senkit. Én vagyok a hű, leállok magával, de elmagyarázom magának ezt a Csicsolinát. Figyelj ide! Mondja a Csicsolinát! Figyelj! Tegyük fel, hogy maga fontos titkok tudója. És magára ráállítják ezt a Csicsolinát, hogy szedjen ki magából mindent! Amit belőlem kiszedett, ő nem lesz boldog. Közismert, hogy mi férfiak szeretkezés közben kikotyogjuk a titkainkat! Sajuk nem. Tudja, én már milyen régen nem kotyogtam. Pedig ez a Csicsolina azért tetszik a maga ágyába, hogy kiszedje a titkait. Nem titkolozom, megmondom, nős vagyok, hagyjon lógva,
Én jól lógok magamban, adjon engem! De ő nem erre kíváncsi! Hát mire kíváncsi? Hogy van-e önöknek ballisztikus interkontinentális rakéta? Álljon meg, mert bebandzsultam, hogy van-e? Van-e maguknak ballisztikus interkontinentális rakétájuk? De magasak a szerelmi mámor csúcsán, mondja el, hogy van ilyen rakéta. A csúcson, ha megértem, amit mondod, kimondom. Az lesz az első. Úgy mondom ki mindannyi, hogy néz ki a csúcson egy ilyen rakéta? A Csicsolina nyilván kíváncsi ezt a tervrajzotra is. Igen, akkor nem velem kellett volna lefeküdni a telleredével a botjával együtt, nem? Miért pont a botjával? Jó Isten akarja, az ő botja is elsül, hát? Ezt hiszem, maga olyan hülye, mint egy hónajszpré. Az elég hülye, igen, az elég hülye, igen. Tudja, hogy volt Pesten ez a szexkiállítás? Nem mondja, szexkiáli óriási volt, tudod, ma maga mindent tud, sajuk. Mit állítottak ottan ki? Nem szívesen beszélek róla. Jó, mutassa. Maga ordenáriák, volt ott például egy felfújható nő. Nem mondja, ki fújta föl. Elmagyarázom. A maga olyan perverz, kéjenc alak, mint amilyennek egyébként kinéz. Látszik rajta. De még mennyire. Akkor vesz magának egy ilyen felfújható nőt. Veszek, rendben van, de áfászámlát azt adnak róla? Adnak, hogy dögölnének, adnak, persze. Hazaviszi ezt a nőt, és felfújja. Bocsánat, tüdővel? Tüdővel vagy pumpával, mindegy. Magának, mert magának nincs szexuális kultúrája, nem tudja, mit kell nővel csinálni. Kis előjáték, kis hátuljáték. Próbálnánk egyedni. Mekkorára kell fújni a nőt? Úgy tudom, hogy maga a molett nőket szereti. Veszek egy kompresszort. Hát ha tudni akarja, kompresszort nem láttam, a kiállításon viszont láttam, vibrátor. Mit? Vibrát. Műpénisz maga szerencsétlen. Hogy mondja, hogy? Maga látott már műpénisz? Mióta szedem a vízhajtót, naponta többször. Kár volt mondani, most már mindenben. Hát ha tudni akarja... A műpénisz ugyanúgy néz ki, mint az igazi. Igen? Igen, igen. Általában japán gyártmány is elemmel működik. A japánok nagyon előre haladottak a miniatürizálásban. Én is vettem unokahúgomnak 16 éves születésnapjára egy ilyen műpénisz vibrátor műpénisz. Igen, és mi lett vele? Kinőtte szegény. Ne haragudjon, fontos kérdés, hogy végzünk az aktussal. Akkor mit kell csinálni guminővel? Kihúzza belőle a dugót, elteszi, és ha megint szüksége van rá, megint fölfújja. Most megint tüdővel? Tüdővel. Nem fogom bírni ezt a hajszolt szexuális tüdővel, az egész is. Mondjam, kinek van annyi tüdeje? Mondja maga vén csibész, maga ja. Képes lenne venni magának egy ilyen felfújható nőt, meg egy vibrátor. Mi öröme lenne benne? Órja, hazaviszem a nőt, fölfújom tüdővel. Igen. Kezébe adom a vibrátor, érted? Én meg elmegyek az asszonnyal a moziba. Hát ha tudni akarja, én soha nem vennék magamnak egy ilyen guminőt. Ne vegyen, ne vegyen. Inkább elküldöm az asszonyt egy plasztikai sebészhez. Az már nagyon ráfér. De figyeljen, úgy átszabatom a melleit, hogy a saját anyja nem ismer. A fejét nem lehetne? Képzelje, nem csak a mellét. Pedig én a fejét. Helyen, tudja, hogy hány mellből lehet választani a prospektusban? Nem tudom, meséljem. Van alma, körte, szilva. Bocsásson meg, tökbag nincsen. És ha már ott a görögdínje nincs a nagyságban. Nincs, te beszélj ma már. Beszéljünk a maga plasztikai műtétén. Mi baja van magának az én mellem? Az a semmi. A fejét szeretni vászol. A fejemet. Belülről, maga a hülye. Ezt a szót, hogy fej, maga én hülye. Maga egy szerencsétlen maga hülye. A hülye. Maga olyan szerencsétlen hülye, hogy nem igaz. Maga én vagyok szerencsétlen. Hülye. Maga szerencsétlen. Én szerencsétlen. A legszerencsésebb vagyok. Olyan én. Szerepet játszom, végre lehülyészetem az igazgatót. Fizetésemelés! Hadd a bénz ügye, maradjunk abba! Egyáltalán nem vagy évi. Csak tetetem magam. Annyi mindent tudok, hogy fogalma nincs. Még azt is tudom, minket Hacsek Sajót miért írtak két ilyen iszonyatos aranyos két hülyének, tudja még? Miért? Hogy az emberek röhögjenek azon, amin sírni kéne.
tudja, szomszédnak van rádiója. A fal meg vékony a konyhában. Reggel fölébrek, oda tartom a fülem meg egy poharat, hallgatom a rádiót, azt mondja, költségvetési hiány! Mondom, kiné van a többlet? Mert valahol ott van, de fel nem úgy hívják, hanem úgy, hogy dokumentum. Index! Nincs is bukszám. De mi van akkor, ha én egyszer azt mondom magának, Sajókám? Nem mintha csak a Sajónak, hanem egy egyszerű kis ember. Mint önök ötül bárki. Egy van egészen kis ember, azt mondom magának, hogy mi van az, hogy lassan mi már ilyen nyomony. Olyan szegények vagyunk, hogy a templom egre hozzá képest ilyen villat tulajdonos a pasaréten. Mi van az, hogy lassan már hagymához csak hagymát eszünk? Mi van az, mondom már, hogy kis ember, ugye, hogy mi kis emberek nem ilyen lovat akartunk. De ha már ilyen a ló, legalább nem ezt a részét. Mi van akkor, nem is biztos, hogy lovat akart? Várjon! Bocsánat, figyelnek? Fontos kérdés. Maga figyel? Vagy csak lesz? Figyelek. Figyelj. Olyan időket élünk. Figyelni kell. Nagyon. Figyelj te, nagyon oda figyelj te, csak azért is jobbra-balra nézz most és figyelj, mert nem vagy te a hülye páros hacsek és a Sajó, de nagyon figyelj oda most, mert elúszik a hajó, de nagyon figyelj oda most, mert elúszik a hajó, mert kikorán kell reggel, ha megszólal a veker, a melóba, ha belegebet, üres lesz a tekker, aranyat csak az bel, aki pihen délben ébred, utcasarkon futtatat a saját feleséged, ha lerobban a híres bank és csődbe megy a gyár is, csak nem beszarni kis pajtás, mert mi segítünk már is, ha nekem holnap neked is, és soha ki nem derül, mi körbe számlázzuk egymást az ország szarba kerül. De nagyon figyelj oda most a nagypolitikára, mert elhizeted meg a végén mindennek van ára. Sőke olaj, fekete pénz, dollár magás zsebbe, kiürül az egész ország, mi esünk csak hasra. Mafiát is szaporodnak, jönnek az ukránok, lengyelül kefélnek a Rákóczi Péri lányok. Kokaint is, heroint is koboznak ebente, algodrokos én is láttam fönn a parlamentbe. Magyarország körös körül mindig csak jó barát, a történelem soha már nem ismétli meg magát. Körülöttünk román osztály, csehertém a szari, a falatukra a halos ember, mi állunk ma, figyelj te! Magyarország aranybánya, aki nem lopt, majd megbánja. Uraim és hölgyeim, kedves barátaim, kedves vendégeink, ma esti kabarénknak ez volt az első, illetve pontosabban az utolsó kötött szövege. Bevallom, ebben a műfajban jobb szeretem a kötetlent, ezért kötetlenül azt mondom önöknek, köszönöm, hogy eljöttek. Tisztában vagyunk, mit jelent egy teltház manapság, még ebben a pici színházban is. Őszintén. Tudom, hogy önök fizetésük egy jó részét ma este nem vacsorára színházére költötték, hogy velünk találkozzanak. Én ezt minden kollégám nevében önöknek őszintén köszönöm. És most hadd kérdezzek valamit. Hadd kérdezz, tényleg nagyszerű közönség voltak, meg még lesznek is. De hadd kérdezzek valamit, betartottam a szavam. Javult a közérzetük a végére? Igen? Igen. Akkor most viszonzásképpen én betartottam a szavam. Kérhetek önöktől valamit? Igen? Igen. Lehetséges? Igen. Tegeződjünk. Lehet? Mondhatom önöknek azt, hogy szervusz. Igen? De akkor önök is mondják nekem, hogy szervusz, jó? Mehet? Szervusz. 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 Hát szervusz pajtás, szervusz, jó közönség, jó közönség. Én elmondtam megint a magamét, a magamét.
bocsáss meg, ha dráma is volt benne. Én nem akartam más, csak kabaré. Egy nagymező utcai pesti ember, ki izgága, mert dumál és dalol, s a link hazug politikával szemben csak veled akart röhögni valahol. Én jól éreztem magam itt ma este, de nagyon olcsón vetted a jegyet. De kettőnk közül csak én jártam jobban, mert együtt lehettem itt veletek. Veletek. Hát szervusz fajtás, szervusz jó közönség. Jó közönség. Én holnap is mondom a magamét. És csak azért is minden kiröhögve, nem akarunk már, csak kabaré. Csak kabaré. Hát szervusz fajtás, szervusz jó közönség. Jó közönség. Holnap is mondom a magamét. És csak azért is minden kiröhögve, mi nem akartunk már, csak kabaré. Szeretettel búcsúzik barátom Beregi Péter. Kislányaim egyenként és külön-külön, szeressék őket. Én is szeretném. Szeretettel búcsúzik a mikroszkóp színpad kis és nagy együttese. Elől őt szeretném a legjobban. Búcsúzik önöktől Norton Fényes rendező, Szali Péter fővilágosító, Márkus Pisti barátom a hangnál, drága barátaim a Fénynél és a Tapsgépnél, Dénes az ügyelő, Grecska Tibi, Mihalik Laci, Tuza Éva, Hámori József, mindenki! Mindenki elbúcsúzott már a színházba, kislányok, nagylányok, mindenki, egy valaki nem, pedig nélküle igazán politikai kabarét ma sem lehet elképzelni. Valaki fontos ember nem búcsúzott el, ez a valaki fontos ember a Súgó. Gyere ki! Gyere! Na, itt van. Hát tessék, óriási lévő. A Sasúr, magánál fölmondtam, Orbán Viktornál dolgozom, a Súgó Boros Péter.